Nagy volt a sürgésforgás az iCor telephelyén. A vállalat dolgozói és a Caritas munkatársai közösen csomagolták be azokat az adományokat, amelyeket a cég munkatársai gyűjtöttek. Társasjáték, plüssfigura, ruha és tartós élelmiszer került a zsákokba, dobozokba. Idén is közel 2000 adományt gyűjtöttünk össze, mind tartós élelmiszert, mind pedig játékadományt, és hát a kollégáink lelkes csapatai gyűjtötték az élelmiszereket, játékokat. A legtöbb adománygyűjtő csapatunk több mint 900 adományt gyűjtött. A cég számára fontos a társadalmi szerepvállalás. Idén negyedik alkalommal szerveztek gyűjtést, hogy szebbé és könnyebbé tegyék a rászoruló családok karácsonyát. Az adomány a tavalyi évhez hasonlóan vépre került. Ezúton szeretnénk megköszönni a vezetőknek és a dolgozóknak, hogy ilyen nagy örömet tudtak szerezni a VP lakosoknak, hiszen nem csak a nagycsaládosoknak tudjuk odaadni a tartós élelmiszereket, hanem a gyerekeknek a játékokat, édességeket, és ezzel is tudjuk emelni a karácsonynak a meghitt ünnepét és szeretetét. Idén először két oktatási intézmény, a gépipari és a Derkovics iskola is csatlakozott az adománygyűjtő akcióhoz. Kezdeménnyel fordultunk az Egyházmegyei Caritas igazgatónőjéhez, hogy úgy gondoltuk, hogy a gyerekeknek kitárjuk a szívét, és kárpátaljai szintén tanulótársaiknak segítünk, és ettől az ötlettől felbuzdulva megszerveztük ezt a gyűjtést. Az iskola tanulói rövid műsor kíséretében adták át a csomagokat a Caritas munkatársainak. Itt a gyerekek megszépítették most szerintem sok száz családnak az ajándékát. Én nem is gondoltam arra, amikor másfél hónappal ezelőtt az iskola tanárnője megkeresett bennünket azzal, hogy a gyerekek gyűjteni szeretnének karácsonyra, hogy ebből az adakozásból, a gyerekeknek a szeretetéből ekkora hatalmas eredmény fog születni. A Caritas megpakolt teherautója rögtön el is indult az Egyházmegyébe, hogy még karácsony előtt mindenhova odaérjen az adományokkal.